Konnichiwa. Na, ez... Nem vagy knézienő, de... És ne is legyél. Hm. Ne, de ez mindenkinek van. Jó, akkor szeretnék konnichiwával köszönni? Nem. De ezt nem. Tudod, ez már szeretnék, benne... de nem merek. De ezt benne hagyjuk a videóban, már megy. Nem tudom, az admin az kinek mit ok az a fejében, hogy ez a mai világban, amikor szeretnénk szabadon kamu profilokkal, kamu tartalmakat föltölteni, az adminok pedig mint egyfajta dementorok ott lebegnek a fejünk fölött, és ezt megpróbálják megakadályozni, nem tudom, hogy szitokszónak számít-e. Valahol mondta, de már, hogy az admin miatt ezt nem csináltam, az admin miatt azt nem csináltam, hogy hálálkodta, hogy jó, de jó, hogy van egy admin, mert most akkor... Hát én átérzem a felelősségüket, mert néha a sajátunkon is kell adminként üzemelni. És ez te vagy? Hát vannak olyan pontok, amikor el kell dönteni, hogy valakivel tovább vagy nem. Na hát ami a mai műsort illeti, ennyien még nem voltunk, létszám rekord, 4-en gyűltünk össze, és arra gondoltunk, hogy beszéljünk egy kicsit Magyarország egyetlen és azon belül nemzetközi mércével mérve is nagynak mondható Szejkós Facebook csoportjáról, a Szejkovács Hungary-ről. A két adminnal, hogy két alapítóról van ez szó, ezt majd mindjárt megmondjátok, mert néha az adminok a legszorgosabb tagokból növik ki magukat, néha egy admin egyszer csak álmodik egyet, létrehoz egy csoportot és várja, hogy dübörögjenek, akik részesévé szeretnének válni. Úgyhogy az első kérdés az, hogy egyébként, hogyha Attila a lopott, régóta kinézett és az éleple alatt lenyúlt Grand Seiko-jával elkezd kérkedni az oldalatokon, és fölmerül a gyanú, akkor ti mit csináltok? Sziasztok! Jó, hogy itt vagytok! Sziasztok! Ki kezdi? Mondhatod te is. Oké, hát akkor itt az elején szeretnék egy picit bemutatkozni, én Csuka Gergely vagyok. Ahogy említetted, többféleképpen lehet valaki egy csoportnak az adminja. Két kategóriát emeltél ki, hát itt mi mind a ketten kimerítünk egy-egy kategóriát. Robi az alapító, én pedig aki szorgos tagként kezdte, majd fölküzdötte magát a legmagasabb szintre. És hát igen, ez az admin azért kicsit egy inger szó, nehéz feladat, de mi úgy érzem, hogy tisztességesen helytállunk, és tudunk úgy működni, hogy egy kultúrát formába, egy igényes közösséget tudunk úgy vezetni, hogy nem cenzorként vagyunk jelen. Hát ahogy mondtad, itt kell, hogy beavatkozzunk bizonyos esetekben. Természetesen ez egy szélsőséges eset, hogyha egy lopott óráról van szó. Hát ez már a ez mi hatás... Kizárók, ne? Hát találtatok már meg órát? Én ilyenben nem vettem részt, én ilyenben nem tudok tapasztalatot. Ezt a rendőrön sem így szerintem. Nem láttam. Találni sem. Nem találtunk, de azért én úgy gondolom, hogy heti szinten egyre több a problémát jelent a hamis szejkóknak a megjelenése. Míg amikor én ezt kezdtem, 2017 szeptemberében alakult a csoport, már most van 4 éve, akkor még nagyon-nagyon kevés hamis szejkó jött be Magyarországra, most meg sajnos a WISH és egyéb nemzetközi ilyen eladási csoportokba viszont nagyon-nagyon rossz minőségű szejkók kerülnek fel a csoportba, amit hál' Istennek én úgy gondolom, hogy a tagság elég komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik, és azonnal lecsapjuk és töröljük, vagy hagyjuk a posztot már csak figyelem felhívásként is, hogy mibe ne fussanak bele, illetve mire figyeljenek, mik a pontok. De ti nem, a csoport, ugye mondhatod, 4 éve létezik, nem ketten vagytok, hanem vannak még segítőitek, mert azért ez egy komoly, nem is napi, hanem fél óránkénti munkát jelent. Igen, itt akartam előbb közbe szólni, hogy végülis összességében 4-en vagyunk adminok a csoportban, ami én úgy gondolom még ez a 4-es szám is elég kevés, mert a mi csoportunk nem egy adásvételi csoport, igazából azért alakult, hogy egy szakmai csoport legyen, adásvételmentes, rengeteg érdekes poszttal, újdonsággal, mindenkinek vannak különleges modelljei, amit nap mint nap be akarnak mutatni, hogy ennek egy,
egy játszóteret biztosítsunk, úgyhogy négyen vagyunk. Tulajdonképpen akkor akik valahonnan levadásznak egy különlegességet, akár nemzetközi vagy határon túlról, akkor jönnek ide büszkén mutatni, hogy nézzétek, mit találtam, és akkor tulajdonképpen ott bemutatja az óráját, ha szükséges egyáltalán a többi szakértőnek. Igen, ez nem csak a különlegességekre igaz, mert napi szinten az éppen megvásárolt akár alaptípusokat is mind büszkén mutatja, mert mindenkinek más az élete órája, de én arra viszont nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy egyre több olyan tag van a csoportban, akik nagyon-nagyon beleássák magukat, nagyon-nagyon komoly szakmai tapasztalattal, nagyon sokat olvasnak, és olyan különlegességet hoznak a csoportba, ami mindig megdöbbentő számomra, hogy honnan tudta megszerezni például azt az adott modellt. Egyébként erre már gondoltam, hogy a saját munkánkat is egy picit tudnánk hatékonyabbá tenni, hogy így finoman fogalmazzak, hogyha innen egy-két szakértőt meghívunk, és elmagyarázza azokat a kérdéseket, ami egyébként is érdekli a videónkat, nézőket. Nem csak a státuszodokról beszélünk, hogy ki hogyan lett admin, de ugye te olyan vagy, mint amikor egy nőgyógyász szépségversenyt rendez, tehát hogy te azért láttál már egy-két ilyen órát belülről, tehát tényleg belülről jössz, a szónak mondjuk minden értelmében. Ez nagyon érdekes, ez a kérdés, hogy mi volt először, a tyúk vagy a tojás. Hát nekem a sztorim az szerintem ilyen, nem is azt mondom, hogy mesébe illő, én teljesen nem erről a területről érkeztem az órás világba, és nagyon-nagyon szerettem az órákat, de nem csak a Seikót. És valahogy a japán világ az mindig közel állt hozzá, most is azért a hobbim a mondjuk a bonszájkodás, de... Tényleg? Igen. Muszáj ezt beszélni majd a felvétel után, mert dobja a leveleit otthon, és egyszer nem tudom, mit csináljunk. Hát, oké, majd segítek. És utána valahogy azért a Seiko mellett kötöttem ki, és akkor úgy láttam, hogy nincs a magyar piacon egy tematikus csoport, ami nem adásvétel, ami tényleg lehet akár egy szakmai csoport, és akkor megcsináltam. Persze mindenki azt mondta, hogy nincs erre szükség, kevesen leszünk, és akkor így indult, és ennek a hozadéka az, hogy én elkezdtem egy órás iskolát annak érdekében csinálni, egy kicsit szakmaiban tudjak hozzáállni a posztokhoz, és igazából így kerültünk az Attilával is kapcsolatba, és azóta mint belsősként, mint órásként dolgozom a Seikónak. Most, hogy említetted, hogy 4 éve van, és folyamatosan ugye bővül a tagoknak a száma, most hol tartotok? Most picivel több, mint 6000 tagunk van, de én úgy gondolom, hogy az utóbbi hónapokban azért egyre jobb és nagyobb figyelmet szentelünk annak, hogy kiket engedünk a csoportba. Mert... Milyen szabályai vannak a csoportban? Egy javaslatom mindjárt lesz is, de megvárom. Tulajdonképpen ezért vagyunk itt. Mi a feltétele, hogy valaki tag lehessen, és hogy utána benn is maradhasson a csoportban? A jelentkezéskor 3 kérdésre kell válaszolnia. Ezek nem találós kérdések és fejtörők, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy azt megvizsgáljuk, hogy milyen okból szeretne hozzánk csatlakozni, tehát hogy egyértelmű legyen az számára is, hogy itt milyen csoportba érkezik. Aztán tulajdonképpen azt kell, hogy mi tudjuk, hogy ő elolvasta és tudomásul vette a csoport szabályzatát, mert sajnos azért vannak, akik szeretik a kiskapukat megtalálni, és valamilyen módon utalni arra, hogy a bemutatott óra esetleg eladó, és nálunk ez nem elfogadott dolog, tehát ezt mi nem szeretnénk beengedni a csoportunkba. Ez a legnagyobb bűn, vagy ez a legáltalánosabb bűn, hogy valaki megpróbálja eladni az óráját? Miközben gyakori próbálkozások vannak, igen, mi ezt a szabályzatban egyértelműsítettük, hogy ez nem az a felület, de mégis vannak próbálkozások. Ettől függetlenül vannak más olyan dolgok, aminek meg kell felállni, hát például oda kell figyelni a kommunikációra, meg egymás sértegetése sem megengedett, tehát egy kultúrált formában kell mindenkinek megfogalmazni a véleményét. De figyelj, azt nem értem, most tekergetem az oldalt, nyilván nem először, mert én is folyamatosan figyelem, meg kapom az értesítéseket, ha valaki rak fel valamit, hogy nyoma nincs annak, hogy, de lehet, hogy ez persze nektek köszönhető, tehát hogy ugye itt derül ki, hogy mit csináltok valójában, tehát itt halálos béke van.
Fölrakom az órámat a reggeli kávé mellett, a futás előtt, a kocsiban, elmondom, hogy bocsánat, Say Coffee. Tehát annak a képnek, ahol egy kávé van, egy órával, annak van egy saját brendje. Fölrakom, így szeretem, úgy szeretem, ekkori, akkori, és hozzászólnak, hogy szép meg jaj, mit csináltok ti? Mert úgy tűnik tényleg, hogy ez egy békehonol. Hát azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komplex kérdés, és mindig azt szoktam mondani, hogy hát mi ezért nem kapunk fizetést, és eszméletlen sok időt töltünk azzal, hogy esetleg moderáljuk a csoportot, valamiféle iránymutatást adjunk, ne engedélyezzünk, ne engedjünk be olyan posztot, és ez mondjuk nem a folyamatos Seiko védelme alatt nem engedünk be olyan posztot, hogy ha ez és ez a hiba az órának, vagy magának a Seiko órának, hanem egyáltalán ezt olyan medelbe terelni, hogy ez tényleg egy békés oldal legyen. Nagyon-nagyon sokat küzdöttünk az első két-három évben. Mi volt a legutóbbi admin tevékenységetek? Hát az, hogy most minden nap be kell engedni a posztokat, az egy általános, mert aha, itt nem tehet fel, itt engedélyhez kötele. De eleve, ha föltöltesz egy képet, akkor az még egy ilyen függő státuszban. Egy elbíráláson átesik. Kell bírálnia valakinek minden egyes posztot. Uh-huh. Na azért mondom, hogy csak hogy értsük, látom, hogy igazából 3+1-ben vagyunk, nem lehet 2+2-ben, én vagyok a legtávolabb lehet a valós tudástól, hogy ezt úgy értsem. Mondjatok egy dolgot, amikor visszadobtatok valamit, tehát hogy mi az, amikor nem megy simán? Például én úgy látom, nagyon-nagyon sok csoportba elmentek az irányba, hogy különböző ilyen feminista posztokat. Én nem vagyok ennek a pártján, és mondjuk ilyen posztokat nem engedünk be, ahol mondjuk egy női fenékkel együtt ábrázoljuk a Seiko óránkat, mert ez nem erről szól. Ez a csoport, mi próbáljuk nem ez irányába terelni, hogy most ez jó vagy nem jó, szerintünk jó, kifizetődő, mert tényleg ezzel is már szűrjük azt, hogy milyen kommentek fognak odaérkezni. Egyébként így abszolút a tematikát így tekerem, azt határozza meg, hogy tehát kávé, autó, vitorlázás, természetjárás, tehát egy ilyen kontextusban voltak most így a legutóbbi posztok, ahogy így tekergetem. Most egy a mondott, hogy itt milyen béke, csend és nyugalom van. Egy kicsit az az érzésem, mint hogyha a kertészt kérdeznéd, hogy a gyönyörű zöld füves kertje, Itt mit kell csinálni, hiszen nincs benne gyom, miközben ő minden nap egyesével tékedik ki a szálakat, jó, és amikor te oda mész, akkor jó, ott egy gyepszőnyeg van. Szóval valószínű ez van mögötte. De egyébként, hogyha már a csoportról beszélünk, és ugye ez egy online tér, ennek ellenére a korábbi években, amíg nem volt ez a járványhelyzet, ti minden évben szerveztetek fizikai találkozót is. Fizikai találkozó. Tehát ahol... emlékeztek, tudod, amikor nem a tévén nézzük egymást, megvan mi az a fizikai találkozó. Igen, de hogy nagyon sok ember van úgy, hogy egymást ismeri így profilkép mögül, de hogy személyesen is tudtak találkozni. Abszolút ezért is csináltuk meg az első ilyen találkozót, még szerintem az alapítás utáni első évben, ami én úgy gondolom, hogy egy sikeres találkozó volt, és megkövetelte azt, hogy legyen évente találkozó. Pont ez miatt, mert hogy én nagyon nem vagyok pártolója, hogy mindent online téren intézzünk, és annyira jó volt, mert rettentő sokan írnak, rengeteg messenger üzenet érkezik, és nem tudtunk hozzá társítani egy arcot, egy mindent tudtunk róla, mennyi órája van, milyen órái vannak, de azt, hogy éppen mivel foglalkozik, hogy néz ki, sok esetben, hanem a profilképen nem mutatta, és olyanokkal beszélgettünk már baráti viszonyban, hogy azt se tudtuk, és ezért kezdtünk el. Sajnos itt a Covid miatt ez most egy picit abban maradt, bár most épp a csoportban volt egy ilyen jellegű kérdés, hogy kellene a következőt szervezni, és én úgy gondolom, hogy a februári hónapban ez meg is tud valósulni, ha engedi a helyzet. Én a szabályjavaslatomat még visszatartanám, viszont az lenne a kérdésem, megint csak a korábbi videóinkból kiindulva, és saját magamból, hogy melyik volt nektek az az óra, külön-külön, amit a legjobban megbántatok, hogy már nincs csak a kollekciótokban. És újra szívesen viszont látnátok. Nekem is elég hosszú a listám. Akarjuk elmondani, hogy ezt a kérdést miért teszed föl? Hát szerintem már mindenki tudja. Oké.
Na? Hát ez egy fájdalmas pont. Én még abban a fázisban vagyok, hogy én még csak építem a kollekciót, én még az életben nem gondoltam arra, hogy bármit el kéne adni, de most kezdem átérezni a ti nyomorúságotokat. Hamarosan elérkezel ahhoz a ponthoz. Igen, valószínűleg vagy. És akkor a család és az órák közé bekerülsz a frontvonalba. Na, mi fáj? Hát talán, hogyha egyet kell kiválasztanom közülük, de ez is nehéz, mert több ilyen van sajnos. És ugye, ahogy megyünk előre az időben, valószínűleg ez a halmaz csak nőni fog. Volt egy Grand Seiko-m, amit... Hát... Figyelj, megálljunk, zsepit adjak? Valahogy kibírom talán könnyek nélkül, de tényleg az egy olyan dolog volt, amire... Ha visszamehetnék az időben, más döntést hoznék. Egyébként egy kvarc szerkezetes Grand Seiko-ról, egy belépő Grand Seiko-ról volt szó. Én azt gondolom, hogy a hétköznapokban a sportosan elegáns viselethez a tökéletes óra volt. Ugye abból az eredően, hogy kvarc nem kellett vele semmit tenni, csak fölvenni, viselni. Ugye a világ egyik legpontosabb kvarc szerkezetét hordtam a kezemen egy gyönyörű tokozásban, mindennel, ami Grand Seiko, és mégis így alakult sajnos, hogy amúgy mennie kell. Amúgy ezt előbogaráztuk ezt az órát, legalább így képileg ki tudjuk majd dobni. Megkeresem, biztos, hogy van a Gergőnek róla órája. Hát. Én azt akartam csak kérdezni tőled, hogy tovább forgassuk-e a tört benne azzal, hogy az egyik utóbbi videóban épp arról beszéltünk, hogy kéne egy Grand Seiko kvarcos videót készíteni, és meghívnánk a Gergőt. Legyen kedves ő elmondani, hogy miért jó választás, vagy ő mit szeretett benne, vagy mit nem szeretett benne, de lépjük akkor, skippeljük ezt a kérdést. Egyébként nagyon szívesen, mert akár órákig tudok beszélni a Grand Seiko kvarcokról, én nagyon szeretem, úgyhogy szívesen állok rendelkezésetekre, ha gondoljátok. Azt hiszem, Zsombor örülni fog a vágáskor, hogy az hosszú órák beszélgetéséből hogy tud egy 20 percet összerakni. Igen, és hogy a kevésbé hardcore fanok ne aludjanak el rajta, igen. És egyébként még a fotóhoz annyit, hogy talán a kisfiamról van a legtöbb képem, de a dobogón ott vannak azért az órafotók bőven. Tehát, hogyha valaki belenéz a telefonomba, akkor ott azért akad. Külön pár szám. Igen. És te hogy kattantál be Seiko ügyileg? Mert ugye Sobi esetében hallottuk, hogy ez teljesen máshonnan indul, és a végén, ahova most megérkezett órásmesterként, az... Honnan ír? Kosárlabdából? Vagy nem tudom. Nem, én előtte kávéval foglalkoztam. Kávé, sport. Oké, tehát a világ végéről jöttél meg ide. Abszolút. Egy hobbiból lett szakma, lett a hivatás. 42 igazából. Évesen úgy gondoltam, hogy ez egy teljesen jó fordulat. Mi volt nálad? Én a szokásos utat jártam be, amikor az első komoly karórámat megkaptam, 12 éves koromban, szintén az egyik klasszikus, ikonikus japán gyártónak az egyik alapmodelljét, akkor elindult valami. Tehát ahhoz az órához én kötődtem, érdekelt. Nem tudom mondani, hogy mi volt, nincsenek tabuszavak. A Casio-nak az egyik alapmodellje, egy F90 akárhányas, nem tudom pontosan melyik volt. És hát annyira érdekelt a dolog, hogy ott négy csavar fogja a hátlapot, úgyhogy föl is nyitottam, megnéztem, hogy mi újság van odabent, és hát utána beszippantott az egész dolog, az életérzés, az óraviselés, a kutakodás, a tudásszomja az csillapíthatatlan volt, és hát amikor az első önálló fizetésemből meg tudtam vásárolni már az olyan karórát, amire vágytam, akkor az egy hatalmas sikerélmény volt, és azt az órát nem is adtam el fél év után, az hosszabb ideig velem maradt, de végül neki is mennie kellett, és nagyjából hasonlóképpen vagyok vele, mint Robi, hogy a japán kultúra mindig is vonzott, a japán mérnöki tudás és hozzáállás is kifejezetten vonzott, úgyhogy számomra nem volt kérdés, hogy mindenféleképpen a japán órák irányába haladok tovább, és a Seikót választottam, ott tudtam megtalálni azt, ami számomra a japán mérnöki tudás, design és számomra nyújtott érték és érzésben minden igényemet lefedi.
arra jöttem rá, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy ez a fertőzés ellen még nincsen oltás. És nagyon remélem, hogy Karikó Katalin ez ellen sem fogja megtalálni a szérumot, ami ezt ki tudja. Én inkább a svájci tudósoktól tartanék ebben az esetben. Svájci tudósoktól. Azok keményen dolgoznak rajta. Az egy másik filozófia szerintem. Tehát ritkán vannak meggyőzhetőek egyik oldal, másik oldalról, de a nyitottság az természetesen mindig egy fontos és jó tulajdonság. Mi van rajtatok? Mit hoztatok nekünk mára? Hát rajtam már biztos mindenki, láttam már 1000 posztban, van egy barna számlapos Grand Seiko-m, ami én úgy gondolom, hogy azért gyógyír volt a számomra, még ha nem is oltás szempontjából, de én úgy gondolom, hogy eljutottam arra a szintre, ami órásként is fontos volt számomra, meg hát a Seiko szeretetéhez hozzá tudott adni annyit, hogy azért már kigyógyultam, és nem remegő kézzel fogom meg az új modelleket, vagy nem akarok minden áron minden Seikót megszerezni. Ebből én úgy tudom, hogy egy darab van az országban, ezt 2018-ban adta ki a Grand Seiko, a 20 éves újraindulásuk évére, a 9-es automata szerkezetnek a 20 éves jubileumi kiadása ez az óra. Sokan látták már biztos. És mondtad, hogy egy gyógyír, miért előtte adtad el azt az órát, ami neked azóta is a legjobb? Nem, előtte azért. Egy ilyen csoportot kéne csinálni, hogy sírjunk együtt eladott óráink közben. A Gergő az előbb elmondta, és most vártam, hogy a Robi is elmondja, hogy melyik volt az az óra, vagy van-e olyan óra egyáltalán, ami hozzád annyira kötődő? Nekem talán a legelső olyan Seiko, ami körülbelül a Seiko csoport alakulása idejéből való, az egy SRP 043 néven futó Seiko Spork. Spork az egy olyan becenév, mint a Turtle, Samurai, Sumo. Talán azt sajnálom a legjobban, de azért, mert az volt az első. Úgyhogy azt, ha egyszer vissza tudnám szerezni, az biztos, hogy nagyon... Ezt az oldalt kell megcsinálni. Hát, de nem is érzitek, de itt a piaci rés, ami be kell szippancson titeket. Tehát az új oldal neve az, hogy keresem elhagyott, eladott, elveszett régi kedvenceik órámat. És tényleg lehet, van itt feliratot csinálni, régi fotókat mellé tenni. De ez biztos, hogy a csoportba fogod megtalálni. Tehát a csoportba kell egy ilyen... sorozatot indítani, mert nagy valószínűséggel ennél a létszámnál már valakinél ott kell lenni az óra. Sőt, a sajátjaimat is valahol itt kell keresni, igen. Többet találtam. Volt egy nagyon népszerű posztunk, amit épp valamelyik nap gondolkoztam rajta, hogy újra kellene indítani, mert hát sokan tudjátok, hogy a Seiko az szinte az egyedüli olyan óramárka, ahol a sorozatszám alapján szinte hónapra beazonosítható a gyártási hónapja, napja az órának, és akkor volt egy olyan, hogy mindenki keresse a születésnapos óráját. Ha te például 1978 áprilisában születtél, akkor te abban a posztban, én úgy láttam, hogy többé-kevésbé meg is találtad a 78 áprilisban készült Seikódat. Úgyhogy ezt mindenféleképpen újra, de ez egy nagyon jó ötlet, úgyhogy... Csak kár, hogy majd kivágjuk, hogy a mi ötletünk legyen. Okay. Jó. És Gergő, csak nem néztünk még rá. Igen, én egy SKX modellnek egy különlegesebb változatát hoztam el, ez a 013-as sorozatszámú modell. Abban különleges, hogy kisebb, mint és a... És női. Nem női. De. Ne, ez női. Ez egy megosztó kérdés. Nem, hogy ez egyértelmű. Női. Jó. Tehát ez most ez is jelen van sokszor a csoportban, hogy mi az a férfias méretű óra, ami hordható, és mi az, ami már nőinek számít. Én akkor ezek szerint gyakran beleesek a női méretű órákban. Pontosan mekkora? Ez 38 mm-es átmérőjű, én gyakran hordok inget, nekem ez egy... Ez is. Az is.
Ez is. Ez csak jó. Azért, mert is van, hogy a 40-essel keverted, hogy ez a 38-as, ez ugyanakkor. Hogy kevertem, annakorának tűnik. Annakorának tűnik, mint a 40-es. Tehát igen, ott a nagy számlap optikailag megnyomja, itt ugye a buvár lünetta miatt kicsi számlap, ez zsugorítja, de az érzet az abszolút adja a 38-as méretet, és nekem ez egy kényelmesen hordható hétköznapi viselet, ami nem igényel különösebb odafigyelést, ez egy szerszámóra mindent kibír, természetesen észszerű kereteken belül. És jövő héten eladó lesz, mert visszatérve arra a kérdésre, hogy miért adjuk el az órákat, nagyon-nagyon sokszor mások véleménye miatt, mert megszólják, hogy azt a kicsi a kezedre, nem illik hozzád, abszolút, és akkor már el is engedted a kezét, jövő héten mehet el eladásra. Most ezt nem tudom eldönteni, hogy viccből mondod. Nem viccből, persze, hát most ez lehet ezen nevetni, hogy mások véleményére miért adsz, de valamilyen szinten az órák világában azért ez jelen van. Hogy... És nálatok a csoportban? Nálunk is, persze, nagyon sokszor. Hát, hogyha valaki azt írja abszolút, adott esetben, hogy figyelj, nekem ez nem jön be. Nálam számtanszó, sajnos én nekem a csukló méretem az, mint egy ősemberé, de számtalan szó megkaptam, hogy ú, neked ez kicsi az óra, pedig mondjuk 42-es volt, és de hát az optikailag az kicsinek hatott, meg és ez nem jó, és nekem ez úgy mindig rosszul esett, már nem kellett volna, de akkor... De egyébként ez annyira csalóka, mert fotón sose adja vissza azt, amit ott látsz. Tehát nem tudod úgy fotózni, akárhány szögből lefotózott, hogy azt úgy lásd, mint hogy az élet lenne. Tehát egy picit komolyan is lehet venni, de azért általában ez mindig egy ilyen nagyon távolról kiáltott vélemény csak. Hát igen. Egyébként még egy kérdés, hogy mi az, amit most vadásztok? Van-e olyan, amit most úgy kimondottan kerestek modellt? Hát az mindig van. Mindig van egy-kettő ott a látómezőbe. Hát igazából én most úgy vagyok vele, hogy leszűkítettem 2 órára a kollekciómat. Van ez a sportosan elegáns, szerintem férfi óra, és a születés azonos, tehát a velem egy idős Seikom a másik, amit bőrszíjon hordok, hogyha elegánsabban kell fölöltözni, akkor azt választom, de biztos majd eljön az a pillanat, amikor váltás lesz. Ez a kvarc Grand Seiko téma, ez folyamatosan ott van a fejben, de mindig kell, hogy legyen egy buváróra is, úgyhogy hát vannak mindig. Igen. Robin, nálad? Hát én nekem a munkámból kifolyólag én annyi órával érintkezem nap, mint nap, mint előtte soha, úgyhogy picit immunis lettem. Talán most egy olcsóbb modell, amiért úgymond majdnem, hogy remeg a kezem, ez az új Pingvin lábnyomos Monster. Wow. Nekem most ő az, ami... De melyik? Mert én az egyik nagyon én a Monsterre. Jaj, a Monsterre. Én a Monsterre vagyok. Azt emlékszem, hogy mondtam neked. Szerintem az elmúlt évek egyik legjobban összerakott vizuális élmény. Hány darab van meg bele? Nem sokára meglátjátok a Black Diverse-es Monstert, és akkor majd lehet... Neked is tényleg ez milyen érdekes, hogy most itt a Gergő panaszkodott, hogy leványozzuk az óráját, és hogy mindjárt lekiabáljuk a csuklójáról, és hogy vannak ilyen rosszabb feedbackek, de hogy például egy ilyen pozitív megerősítés, hogy én tényleg itt agyalok, amióta nem tudom hány adással ezelőtt a Pingvines Save the Ocean Monstert megmutattuk, hogy nézzegetek órákat, de azt mindig megnézem újra meg újra, hogy nem kellene esetleg megbarátkozni vele, meg megfogdosni, és például milyen jó megerősítés ez, hogy azonnal rohanni, hogy de más is rákat. Ráadásul te, mint nőgyógyász, tehát ugye tényleg a te esetedben az egészen más a helyzet, aki ott babrál az órákban hát folyamatosan, hogy azt te is megerősíted. Hát hajrá! Mármint, hogy hajrá, megy a versenyezni? Szerezzük meg! Igen, igen. Jó. Nem tudom, van még... Biztos, bennem még... csak az egy javaslat van, amit nekem mindig nehéz kivárni. Tehát sokszor van az, hogy a postás csönget, és akkor a posztoknál kifotozzák a tagok azt, hogy megérkezett a csomag, de először csak a csomagot.
és utána várnak, várnak, és már amikor mindenki beírta 12 ezerszer, hogy na bontsad már ki, és mutasd meg, hogy mit hozott. Mm. Szóval ezt az időt kellene szerintem egy picit hát erre azért hoztunk egy komoly szabályt, és jól emlékszem, a 10 vagy 15 perc állt rendelkezés, és utána törlődik a poszt. Nagyon-nagyon elharapódzott ez a csomagbontás, azóta meg is szűnt, de tényleg 10 percet hagytunk, mert nem lehetett kívánni. Volt, aki egy-két napra rá bontotta ki, vagy mutatta meg, hogy éppen mit szerzett, és az már egy kicsit sok volt. Ez mint az éhezők óra előtt elhúzott. Pontosan. És azt mondod, és ezt nem akarjátok, hogy az emberek így frissítgessék a telefonjukat, bontsd már ki, nyisd már ki a dobozat. Na ott már voltak néha durva kommentek, amikor törölni kellett, úgyhogy... Tulajdonképpen akkor a saját szabadidőtök érdekébe kellett ezt az időt csökkenteni. Ez oké. Ezt akartam javasolni én is, mert nekem sincs mindig ebben időm foglalkozni, de nagyon zavar, amikor látok egy dobozt, és még megint a doboz jött csak föl, és még nem látszik benne az óra. És amit még a Gergőtől akartam kérdezni, mert ez mégiscsak nem, most már itt vagyunk a nőgyógyász fogalomnál, nem te vagy a nőgyógyász, tehát te vagy a civilebb talán kettőtök között, hogy ez az állandó kísértés, hogy non-stop dobják föl, hogy állandóan megkívánod, nem? Állandóan sakkozol, agyalsz. Még egy, de ha igen, akkor mi helyett? Hogy nyilván egyébként ebben könnyű valamilyen szinten belekattani, vagy inkább nagyon vékony a határmesdje a hobbi, a passzió és a totál kattanat között, hogy tőlekinek részben az a munkája, vagy a hobbija, hogy egyébként napi szinten 20-30-10 mindegy mennyi különleges modellt látsz, kezelsz az oldalon keresztül, de hogy maradsz épelméjű? Hogy tudod kiszűrni ezt az inger mennyiséget, hogy te ne robbanjál rá az összes ilyen új, neked tetsző órára? Igen, ebben van egy óriási segítségem, a feleségem. ő támogat engem abban, hogy ne ürüljek bele a témába, és hogy ne halmozzak föl olyan óra mennyiséget, ami már átlépi az észszerű határt. De egyébként igen, valóban nehéz, mert egyfolytában engem úgy érnek az ingerek, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell, nem tudom magam távol tartani tőle, tehát nem vehetek ki szabadságot, hogy én most nem foglalkozok a csoporttal egy darabig. Nagyon nehéz ügy, és hát ugye vannak itt a nyugalmunkat meg tudják zavarni úgyis, hogy egy dobozt fotóznak le, de úgyis meg tudják zavarni a nyugalmunkat, hogy valami nagyon különleges, nagyon ritka modell fölbukkan, és akkor az úgy beindítja az ember fantáziáját. Hát önuralom kell, igen. És feleség. Igen, az. Javasoltam már, hogy nyugodtan feküdj le a strandon aludni, átveszem addig a kezelését a csoport. Jó, lehet élni fogok a lehetőséggel. Én pontosan olvastam, hogy Kínában már az van, hogy a gyerekeknek a számítógép függőségét úgy szabályozzák, hogy csak nem tudom, heti 3 óra, 3-as bontásban este 8 és 9 között. Lehet, hogy valamilyen szabályokat be kéne vezetni, nem? Mert lehetnek veszélyes élethelyzetek, hogy valaki kidob egy dobozt, és hát igen, de azt szokták mondani, hogy a gyerekeknek is van játékszere, a felnőtteknek is, nekünk egy kicsit ez a játszóterünk, én azt gondolom, és ez így van jól. Remélhetőleg mindenki tudja ezt kezelni, és kordában tudja tartani. Ha nem, igen, akkor pedig jön egy segítőkész hátulra. Igen, hát ez volt a mi játszóterünk a két parkörrel. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és örültünk, hogy egy picit tudtunk rólatok beszélgetni, és a csoportot be tudtok mutatni ezen a videón keresztül is. A csoportnak az elérhetőségét meg fogjátok találni itt a videónak a leírásában. Hogyha tetszett a videó, akkor egy lájkkal legyetek szívesek, ezt jelezzétek. Ha nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne kelljen keresgélni az újabb videókat, hanem automatikusan akkor a YouTube nektek is ajánlani fogja. Ehhez csak megerősítés, hogyha a kis harangra is rányomtok. Hát Romi Gergő, köszönjük szépen! Köszönjük a megszívást! Fél órát, biztos, hogy fölgyűlt egy csomó parkőri munka. Úgy kezdtük, hogy azok az adminok, akik az életünket korlátozzák, de kedves parkőrként búcsúzunk tőletek, a játszótér parkőrjek, gyorsan vegyétek el a telefonokat, és szűrjétek ki az azóta beáramlott tartalmakat. Jó? Köszönjük szépen! Sziasztok!